A karácsony előtti vásárlási lázzal egy időben elindult a NAV téli ellenőrzés sorozata. A szezonális kereskedelemben, az adventi forgatagban is figyelnek a revizorok. A NAV és a NÉBIK kiemelt figyelmet fordít a karácsony előtti és az évvégi időszakra. A NAV elsődlegesen a kereskedelemre és a szolgáltatásokra fókuszál. Az akcióban a szabálytalan nyugtaadást, a szolgáltatók online pénztárgépeit ellenőrzik. A karácsonyi és szilveszter környéki időszak idegenforgalmi szempontból is jelentős. Megtelnek a szállodák és éttermek, nagyobb a zsúfoltság, így több alkalmazottra is szükség van. Az alkalmazottak szabályos foglalkoztatását is vizsgálhatják. A kereskedelemben pedig az áruk eredetére is rákérdezhetnek. Már is folytatjuk a témát itt a stúdióban Magyar Norberttel. Jó estét kívánok! No, hát néhány témát felvetettünk a téli ellenőrzés sorozattal kapcsolatosan, ettől jóval bővebb a NAV-nál ez az időszak. Így van, elsősorban ugye december 1-től december 31-ig tart ez az időszak, és elsősorban azokat a szolgáltatókat, illetve árusokat próbáljuk meg egy picit fokozottabban vizsgálni, ellenőrizni, akik ebben az időszakban egy megnövekedett forgalommal számolhatnak, ugye a szezonális termékek árusítása révén, vagy a szolgáltatások nyújtása révén. Itt elsősorban ugye az online kasszáknak a pontos üzemeltetésén túl ugye a számla és a nyugtaadás megfelelő formában történő kitöltését, illetve átnyújtását vizsgáljuk. De ezen túlmenően azért természetesen ügyelünk arra is, hogy a megfelelő minőségű termékeket árulják az árusok, illetve arra is, hogy az alkalmazottakat szabályszerűen jelentsék be, időben történjen a bejelentésük, valamint a pénzkészletet is, tehát az online kassa révén nem csak azt nézzük meg, hogy ez szabályszerűen működik-e, hanem megfelel-e az ott lévő pénzkészlettel, hiszen sok esetben tapasztaltuk azt, főleg esetlegesen azokban az órákban, amikor ugye munkaidőn túl ellenőriznek a kollégáink, hogy bizony sok szabálytalanságot követnek el az online kasszák kapcsán a vállalkozások. De ez nem csak erre az időszakra jellemző, ez az év bármelyik időszakára gondolom. Természetesen csak ilyenkor kiemeltebben figyelünk ezekre a szezonális termékekre, szolgáltatásokra. Ha már itt egy picit visszamegyünk az időben, és akkor gondolom, hogy tavaly előttről már vannak, vagy vannak tapasztalataik, hogy mennyire, vagy hogyan működik ez az időszak, mondjuk így a kereskedelemben, illetve a vendéglátásban, de mondhatnám azt is, hogy a szállodákban is megnövekedik a forgalom, főleg az év végével. Tehát találnak-e mondjuk szabálytalan foglalkoztatást, foglalkoztatókat, vagy akár vannak-e kifogások számlaadással kapcsolatosan? Igen, ebben az időszakban nem győzünk hangsúlyozni, hogy a számla és a nyugtaadás ugye elsősorban nem csak arra irányul, hogy megfelelően bizonylatolják a termékeket, hanem arra is, hogyha későbbiekben garanciális problémájuk adódnak, akkor sajnos csak ezzel tudják majd érvényesíteni. Természetesen abban az esetben, hogyha megtalálják a megfelelő vállalkozást is, hiszen sok esetben tapasztaltuk azt is, hogy a vállalkozás nem is létezett, tehát akár engedély nélkül történtek esetlegesen olyan árusítások bizonyos kitelepüléseken, vásárokon, ahol erre ugye nem kaptak engedélyt az eladók vagy a vállalkozások. Ugye itt elsősorban azért a szilveszter környékén a pirotechnikai eszközöknek az árusítása nő meg, ugye feketén, a piacok és hasonló környékeken. Itt a pénzügyőr kollégáink nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a megfelelő engedéllyel a megfelelő termékeket árusítsák az árusok, és nem is javasoljuk azt, hogy másfajtát vásároljanak meg, hiszen ezek akár egészségkárosodást is okozhatnak a későbbiekben. Most itt a karácsony előtt nem régebben a stúdióban is beszélgettünk fogyasztóvédelmi szakértővel, mert hogy ugye ebben az időszakban a karácsony előtti vásárlások kapcsán a webshopok is sokkal nagyobb forgalmat bonyolítanak le. Azt ugye már elmondták korábban, hogy ebben az esztendőben a webes értékesítés az a NAV-nak a fókuszában állt, vagy volt. Gondolom ebben az időszakban is ez ugyanígy marad. Így van, az ellenőrzési irányelvünkben kiemelten szerepel a webshopoknak az ellenőrzése, valamint azoknak a magánszemélyeknek, akik esetlegesen különböző értékesítési felületeken, piaci fórumokon úgy végzik ezt, hogy nem rendelkeznek megfelelő engedéllyel. Ugye nagyon fontos megemlíteni azt, hogy 600 ezer forintig természetesen használt termékeket minden további nélkül értékesíthetik a magánszemélyek. Azonban sok esetben tapasztaljuk az ellenőrzéseknél azt, hogy ezek a magánszemélyek nem 600 ezer forintig értékesítenek és nem használt termékeket, hanem üzletszerűen végzik ezeknek a termékeknek az eladását, beszerzését, és ugye a legtöbb esetben akár bizonylat nélkül értékesítenek interneten.
Nagyon sok esetben panaszok útján jutunk el ezekhez az adózókhoz, hiszen ezek az árusok olyan termékeket is forgalmaznak, amelyek esetleg minőségi kifogás is lehet, és ugye nem tudja érvényesíteni a vásárló ezt a későbbiekben. De akkor az adóhatóságot keresik meg, vagy pedig a fogyasztóvédelmi hatóságot? Ez egy érdekes kérdés. Nagyon sok esetben ugye mind a két hatóságot megkeresik ebből a szempontból, illetve társszervektől is kapunk visszajelzéseket természetesen, hogyha mi vagyunk illetékesek, akkor mi járunk el az ügyben. Jó. Akkor nézzük még meg a téli ellenőrzés sorozaton kívül néhány fontos határidőt, ami egyébként ugyanígy most december környékén fel kell hívnunk a figyelmet, a diákok figyelmét, a diákigazolványok lejártára. Mivel jár az, hogyha valakinek nincs meghosszabbítva ez a státusza? Nagyon sok esetben a tanulók nem veszik észre azt, hogy a biztosítási jogviszonyuk megszűnik, ugye az egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettségük akkor keletkezik, amikortól már nem érvényes a diákigazolványuk. Sokszor tapasztaljuk azt, hogyha valaki középiskolai tanulmányait befejezve nem tanul tovább, vagy nem rögtön kezdi el a felső oktatást, akkor ugye december 15-től már a biztosítási jogviszonya megszűnik, hiszen a nyári időszakban fejezte be az iskolát, akkor november 31-ig él ez a biztosítási jogviszony, hiszen eddig él egyébként a diákigazolvány érvényessége is, és ezt követően 15 napon belül be kellene jelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és befizetni saját maga után ezt a járulékot, ami jelen esetben 7110 forint, jövőre pedig 7320 forintra fog emelkedni. Hát azt is tapasztaltuk, hogy a diákok esetlegesen nem tudják maguk után befizetni ezt az összeget, hiszen nem rendelkeznek semmilyen jövedelemmel, vagy akkor szembesülnek vele, amikor ugye egészségügyi szolgáltatást szeretnének igénybe venni. Ilyen esetben lehetőség van arra is, hogy esetlegesen a szülő vagy a hozzátartozói meghatalmazással ezt az összeget fizesse havonta a diák után, mindaddig, amíg ugye nem kerül újra biztosítási jogviszonyba, vagy nem áll munkába. De nem jellemző, hogy ezzel probléma van, tehát azért a diákok általában ezt nyomon követik, illetve akinek van már erre a tanévre tanulói jogviszonya, azt nem érinti ezeket. Természetesen nem érinti, ez azokat a diákokat érinti, akik esetlegesen szüneteltetik a tanulmányaikat, tehát sok esetben találkozunk olyan felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákokkal is, akik abba hagyják egy-egy szemeszterre a tanulmányaikat. És sajnos bizonyok nincsenek tisztában ezzel a lehetőséggel, illetve ezzel a kötelezettségükkel, és mondom sok esetben bár fiatalok révén. Ugye nem gyakran járnak egészségügyi intézményekbe, de előfordulhat, hogy valamilyen oknál fogva szükségük van orvosi ellátásra, és akkor szembesülnek vele, hogy sajnos ezt akkor kaphatják meg, hogyha ott a helyszínen kifizetik ezt a szolgáltatást. Van még egy nagyon fontos határidő, ami a kivásokat illeti. Spórolni lehet a kíván jövő évben, hogyha valaki időben jelenti le. Mi a NAV-nak most a feladata? Úgy hírlik, hogy leveleket fog küldeni az érintetteknek. Hogyan segítik tanácsadással a vállalkozókat? Hogy milyen adózásbeli változások érintik a vállalkozásokat, illetve mi az, amit változtathatnak, vagy választhatnak? A kivaadózási nemben ugye a legtöbb vállalkozás tud egy picit spórolni. Azok az adózók kapják meg a napokban az ügyfél kapujukra a levelet a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, akiknek az elemzőink révén egy picit adócsökkentésre számíthatnak, hiszen megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy a 2016-os évben beadott bevallások, illetve járulékfizetési kötelezettségek, valamint foglalkoztatotti adatok alapján az adófizetésük mennyivel csökkenne, hogyha ezt az adónemet választanák. Legtöbb esetben az volt a tapasztalatunk, hogy akár 10%-kal is csökkenthető minimálisan ez az adó teher. Ez azt jelenti, hogy ugye egy-egy vállalkozásnál a járulékterhek kikerülnek, hiszen itt a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás ugye nem kerül megfizetésre ebben az adónemben, illetve az adó alap 16%-a az, ami adóterhet jelent a vállalkozásoknál. Nagyon fontos, hogy ugye itt az 50 fő alatti vállalkozásokat, illetve 500 millió forint bevétel alatti vállalkozásokat próbáltuk megvizsgálni, és a részükre küldjük ki ezeket a felhívásokat, amelyben tájékoztatjuk őket arról, hogy ha ezt az adónemet választják, akkor esetleg számszerűsítve mennyivel csökkenthető a továbbiakban az adóterhük. Egyébként milyen vagy mely vállalkozásoknak érdemes választaniuk a kívánt? Természetesen, amit említettem, azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a létszáma nem haladja meg az 50 főt, illetve az 500 millió forintot, valamint nagyon fontos, hogy ugye minél több alkalmazottat alkalmaz egy-egy ilyen vállalkozás, annál inkább csökkenthető a teher, hiszen az alkalmazottak után fizetendő járulékterheket nem kell megfizetni. Köszönjük szépen az információkat! Én is köszönöm!